református, az olaszországi magyarok főlelkésze, meg ott csináltam a filmet is, meg a Római Magyar Akadémia igazgatója is haver, és akkor mondja, hogy hát ők bezártak teljes egészében, ott a nagykövetség nyújtott nekik segítséget, hogy meg tudják tartani a munkásokat, mert ott bérelt lakásokban laknak. Hát volt, akinek arra nem futotta már, hogy fizessen a gyereknek, mert ott ugye pénzes az iskola. Iskola, óvoda, minden. Ja. Iskola, óvoda, fenntartás, lakás, és bevétele meg semmi nem volt. Mert nem voltak csoportok. Ja, ja, ja. Hát ez. Fölújították több milliárdból a Szent István házat, aminek szintén a Németh Laci az igazgatója, ott se volt senki. Ja. Nincs látogató, nincs bevétel. Nincs bevétel, kész. És ja. Ott aztán tényleg nincs mit csinálni. Most mit csináljanak? Hm. Ja. Sárközi Júlia ugye szintén haver a római tudósító az M1-nek, aki mindig ott a Római Akadémia tetejéről szokott bejelentkezni, mert nagyon nem akar máshova menni, mert ott lakik az a Tiberisznek a óvárosi partján van. Aha. A Via Giulián, nem is ez a lényeg. És akkor ő is panaszkodott, hogy hát oké, hogy bejelentkezik egyszer-kétszer, de már neki is a megtakarításaiból kell elmennie, mert hogyha lemegy, mikor voltak a rengeteg migráns, akkor igen. Lement Szicíliába, meg stb. Hogy a hajókhoz, onnét tudósított. Úgyhogy nem tudja, hogy mi lesz. Hát sok nyitott kérdés van, ami... Ja. Aztán pont erről beszéltünk a védekkal is, hát most, ha az iparüzési adó bejön, akkor most újra kell tervezni a költségvetést a városnak is. Igen. Hogy itt meghatározó. Mert ráadásul a felét elvette a kormány. Ja, ja. Majdnem a felét, 40%-ot itt Fehérváron. Már pedig a Fehérvár ebből él. Ennél rosszabb helyzetben azt mondják ott a bennfentesek a városházán, hogy csak Győr van. Uh-huh. Ja. Tehát érdekes, hogy Debrecen meg megúszta, meg Szeged is, ahogy mondják. Ja, hogy? Győr, Fehérvár. Ez a két véglet. Mehet! Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, rövidesen befejeződik az aratás hazánkban. A szakmai berkekben a szokásosnál nagyobb várakozás előzte meg a mennyiség és a minőség tekintetében, hiszen ne feledhetjük, hogy a tenyészidőszak során ismét szokatlan és kiszámíthatatlan volt az időjárás, volt, nem volt hó, nem volt csapadék úgy általában ráadásul. Tehát azt gondolom, hogy ez volt a legfontosabb, amire figyelniük kellett. És hát az őszivetésű növényeket is ez alaposan megviselte. Vendégem Szabó Gábor, az Aranybulla ZRT növénytermesztési ágazat vezetője. Szervusz! Szervusz, jó estét kívánok! Hát végigkísértük, és most jó lenne, ha összegeznénk, hogy mi minden történt. Kezdjük az őszivetésekkel, hiszen az gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy nem túl acélosan megy a télbe az őszivetés. Búza. Igen, hát ugye a búzák is azért megfelelő időben próbálták a gazdák, köztük mi is elvetni a búzát. Egy intenzívebb, egy két-háromszori művelettel többet kellett, hogy kapjon, mert az ősz is már olyan száraz volt, és a talaj munkagépek nem mentek megfelelő mélységbe a talajba, tehát egy többszöri művelettel tudtunk optimális, amennyire lehetett optimális vetés előkészítést csinálni a talajokon. Ennek ellenére elvetettük a búzát, tehát bekerült a földbe a mag, és vártuk a telet. A későbbi vetések igazából már inkább a tél folyamán keltek ki. Sajnos, ahogy említetted is, takaró nélkül, tehát hóról nem tudtunk beszélni.
Talán még ez mellett szerencse volt, hogy emlékezhetünk rá, milyen enyhe volt a tél, tehát a nagy mínuszok is elkerültek most bennünket, viszont azért szenvedtek a növények, a keléshez elegendő vízmennyiség volt a talajba, ugye ezt egy vízmegóvásos agrotechnikával az ember próbálja azt a kis mennyiségű vizet, ami van, azt megóvni, tehát a kelések azért kikeltek, viszont a fejlődésben eléggé hátra maradottan indultak a télnek. Ugye nem volt száraz hideg az idén, vagy legalábbis nagyon-nagyon ritkán, és folyamatosan meg egyáltalán, tehát ez valamennyit azért segített. És viszont a tavaszi csapadék eloszlás is nagyon változó volt. Ez mit jelentett annak tükrében, hogy a kártevők viszont jelentősen megszaporodtak? Igen, az idei tavasz, ugye a tél is, hogy csapadékszegény volt, aztán jött egy kicsit csapadékosabb tavasz, ami az őszi vetésűeknek a fejlődését egy kicsit meggyorsította, vagy utolérték magukat, talán így lehetne fogalmazni a kora tavaszi időszakba, de ezzel párhuzamosan életre keltek a kártevők is, úgy a gombák, mint a rovarok, minden gyakorlatilag a tél folyamán áttelett minden kártevő, nagyon kevés volt az, amelyik hát elpusztult, és ugye ezeknek az írtását vagy gyérítését mindenképpen szükség volt korábban elkezdeni, mint a szokásos évek ezelőtt, így aztán a növényvédelem is előtérbe került már korábbi időszakban. Ez mennyire drágítja meg egyébként a termelést? Mert hogy ugye más eszközöket kell bevetni nyilván, hiszen a régi áldás későn jött, nem volt elegendő, viszont az pont jó volt a rovaroknak. Igen, hát valójában ugye növények, illetve terület is ezt befolyásolja. Mindenféleképpen résen kell lenni a gazdának, tehát nagyon ott kell lenni kint a növényekkel, figyelni, mikor jelenik meg a kártevő, és mivel a környezetvédelmi előírásoknak meg megfelelően olyan szereket használhatnak csak, ami kontakt hatású, tehát ahogy találkozik a rovarral, azt elpusztítja, de egy pár nap múlva betelepülő populációt meg már ott hagyja, és akkor ismételten károsítani fogják a növényt. Tehát mindenképpen ez egy ilyen 20-25%-os plusz költséget jelent a gazdáknak. Emellett nem feledkezhetünk meg róla, hogy a magyar növényvédelmi előírások is szigorúak. Tehát erre figyelni kell. Így van. Minden éven nagyon sok változás van, nagyon sok növényvédőszert kivonnak a forgalomból, újak hát nem igazán jönnek helyébük. Tehát igazán az a tendencia, hogy tartós vagy tartom hatású növényvédő szereket nem nagyon használhatnak már a gazdák. Hát hallunk különféle fekete technológiákat, de mi gazdaságunk ebben nem partner, tehát csak az előírásnak. Tehát az uniós előírások szigorúak. No, hát meg is érkeztünk az aratáshoz, viszont az aratáshoz ideális volt az idő, mondhatni. Legalábbis a búza aratásánál, mert hogy azért kisütött a napocska, igaz, hogy rövid időre, tehát változékony volt az időjárás, de ez azért jót tett. Igen, abban az időszakban, tehát egy korábbi betakarítást tudtunk kezdeni, tehát június végén már neki lehetett állni az őszi vetésűeknek a betakarításának, ugye elsősorban az árpának a betakarítása az az elsődleges kalászok közül, majd ezt követi a búza és a tavaszi vetésű, tavaszi árpa. Ezt a sorrendet követve időjárás az első fél időig talán úgy mondanám, az kedvezően hatott. Később volt egy-két nap, amikor néhány milliméter csapadék esett, ez csak órákig vagy egy fél napot hátráztatta a betakarítást.
Akkor kezdjük az árpával, mennyiség és minőség, hiszen nagyon fontos haszonnövény, mármint a mezőföldön mindenképpen. És az aranybullánál nem különben, persze. Igen, hát nálunk is évek óta vetünk árpát, most már talán mondhatnám évtizedek óta sörárpával foglalkozunk. Ennek a beltartalma ugye elsődlegesen a fehérjére ügyel a látvevő, így hát a gazdáknak is azt kell figyelembe venni, hogy ne szaladjon fel a fehérje a sörárpába, mert akkor nem lesz megfelelő a minőség, és így nem veszik át, onnantól pedig takarmányárpának lehet csak használni, de hát ezek most már így kialakultak, és a betakarítás folyamán szépen alatta is maradt a fehérje ennek a 12%-nak, tehát így sörárpát tudtunk betakarítani. A minőség is azt mondom, hogy jó lett, tehát az egyéb paraméterek, a mennyiséghez is nem volt panasz. Tehát az árpa azt gondolom már abban az időszakban, mikor ezek a hektikus csapadék elosztás volt, mi szerencsére úgy mondanám, ez a növényzünk jókor kapta a csapadékot, és így ilyen 8 tonna körüli átlaggal. És ráadásul, hogy olvastam, kiegyensúlyozott a piac, tehát az árra sem lehet panasz. Pillanatilag igen, ez az árral is elégedettek lehetnek a gazdálkodók. Hát sajnos volt itt is egy visszaesés, inkább a mennyiségben, tehát a felvásárlók, azt mondom, hogy nagyobb a kínálat pillanatnyilag a sörárpából, mint amit a söripar felhasznál. Ugye sok fesztivál, sok rendezvény elmaradt, mondják a sörösök, panaszkodnak, hogy nem fogyott a sör olyan tekintetben, és így az alapanyagból is kevesebbet igényelnek, de akivel a szerződés megvan, azokat teljesítik. Világos, hát a Covid elsősorban ezt hozta a mezőgazdaságba, hogy a további felhasználóknak voltak problémái. Búza, legfontosabb kenyérgabonánk. Helyek közben ugyanazt lehet elmondani, hiszen az időjárás nem változott, de itt hogy alakult a mennyiség és a minőség? A búzára is talán nem nagyon lehet panaszkodni. Igazából ez a tavaszi csapadék, ami aztán megjött, tehát igazából az a tél folyamán nem esett le, az a február végén, márciusban akkor elég kiegyenlített csapadék lett. Ebből a talajok ugyan feltöltődni nem tudtak, de pillanatnyilag a búza is egy sekélyen gyökerező növény, ezt nagyon szépen tudta hasznosítani. Hát a kártevők hasonlóképpen jelentkeztek, tehát itt is az állati kártevőkre már korábban figyelni kellett, viszont a kalász fuzárium, ami egy fontos, vagy hát egy kizáró körülmény a gabonának a kenyéripar számára történő értékesítés tekintetében, ez viszont sarkalatos kérdés volt, tehát ott védekezni kellett. Volt olyan tábla, ahol nem egyszer, hanem kétszer is meg kellett járni a fúzárium ellen, hogy megfelelő minőséget kapjunk. Jó, ennek tükrében, tehát a minőség megfelelő, az ár, hiszen a piac változik, és azért a búzánál ez rendkívül fontos, hogy a világpiac is hogy alakul. Hát az ár kérdésben ugye a betakarítás időszakában ez tendenciaképpen jelentkezik, hogy alacsonyabbak az árak. A búzánál is így van ez. Tehát aki tud és ki tudja várni azt az őszi, vagy ne talán télig is raktárba tudja tartani a búzát, azok általában jobb árat tudnak elérni. A kenyérgyárak akkor talán nem tudnak annyit bevásárolni maguknak, ami éven keresztül szükséges. Hát nyilván ennek azért raktározási költségei is vannak, illetve a raktári kártevők
távoltartása, ez is a gazdának a feladata. Világos, az aranybullánál a magtárakban alszik, úgyhogy nagy, nem lehet. Viszont jön a legnagyobb kérdőjel, a repce. Ugye azt tapasztaltuk, hogy már nagyon korán sárgába borult az egész mezőföld. Aztán ehhez képest más sem olvastam, és mi is beszéltünk róla, hogy katasztrófát okozott az időjárás. Majdnem katasztrófát, mondjuk így inkább. Igen, tehát ez a következő növényünk, amit betakarításra kerül, ennek már korábban jelentkeztek látható jelei talán, tehát a tavasz folyamán az elágazódások már nem úgy történtek, nem úgy tudta a növény ezt kifejleszteni, vagy kifejteni az elágazásait, aminek a termésnek egy nagy hányada, akár 30-40%-a is elágazódásokon terem. Így ez várhatóan kisebb termésre lehetett számítani, de ugye ez a májusi csapadék elmaradás, ez befolyásolta a magkitelítődést is, és valójában olyan apró szemű lett a repce, hogy bizony a tisztító üzemeknek hát egy lukkal vagy egy frakcióval kisebb rostán kellett, hogy átengedjék a szokásosnál, hogy ne menjen annyi veszendőbe, illetve ne az ocsúhoz kerüljön. Ez nyilván ez a minőségre is hatással van. És az ára nem különben, gondolom én. Igen, hát végső soron ugye termés tekintetében is szinte vannak olyan területeink, ahol megfeleződött a korábbi termés mennyiség. Az olajtartalma az megfelelő volt, de hát a termés ezt nem, vagy ez az olaj prémium, amit a gazdák kapnak az olajipartól, ez nem kompenzálja ezt a hiányt, ezt a tonna hiányokat, és így a repcék azok olyan nagyon nullás árbevétel, illetve nem árbevétel, hanem nyereséggel realizálódtak. Tehát gondolom, hogy itt majd meg kell gondolni a jövőt, de hát nyilván a repcét nem lehet elhagyni egyik évről a másikra. Viszont ezt már régen meg akartam kérdezni, mint első számú vezető 1000 éve az aranybullánál, hogy a fajtákban rejlő potenciál, ami folyamatosan változik, az mennyit segít a növénytermesztésben? Tehát a különböző búzafajták kalászosoknál. Ugye a kutatók ez irányba mennek elsősorban, vagy legalábbis ez idáig a mennyiség volt az egyik cél, de ugye ezt mindenki tudja, aki szakmán belül dolgozik, hogy a mennyiség és a minőség az általában fordított arányosan működik, tehát ha növelik a mennyiséget, az bizony a minőség rovására megy. Azért az utóbbi időben Martonvásár is egy nagyon jó eredményeket hozott ilyen tekintetben, és megpróbálják azokat a fajtákat kiszűrni, amelyik a mennyiséget is tudja, és a minőséget is. Én azt gondolom, hogy vannak olyan fajták már a palettán, amelyik mennyiségben és minőségben is megfelelő kenyérgabonát tud teremni. De azért nagyon fontosak továbbra is a termőhelyek adottságai, illetve a technológia kínált előnyök, gondolom én. Úgy mert van. Itt a mezőföldön vagyunk, hát azt mondjuk, hogy az ország szívében itt, hogy nagy probléma nem lehet, de ennek ellenére azért fontos, hogy milyen technológia és az adottságot maximálisan kihasználni lehessen. Igen, igen, környezetileg is jó helyen van a mezőföld, a talajadottsága is nagyon optimálisak a búzatermelésre. Ennek ugye azért az a agrotechnikailag is és előírás szerint is a talaj, illetve a hogy hívják, váltás a növények egymás után követése, tehát így a repcét sem lehet kihagyni a sorból, mikor egy gazdaságba beépült ez a agrotechnikás történet, és így a buzáknál is ugye a vetésváltásokat
nagyon figyelni kell, mert akkor ismételten főszaporodnak azok a gyomnövények is, és azok a rovarkártevők is, amik azt a növényt károsítják. Megérkeztünk, ja, akkor összességében, tehát a kalászosokra ilyen értelemben nem lehet panasz. Így van. Azok... A repce kivételével, tehát a repce az más. Az meg már egy más tört. Így van, tehát megérkeztünk a napraforgóhoz. Én azt gondolom, hogy a kiemelkedő hozam elvárt általában a napraforgót, tehát az idén ez se így történt. Milyen volt a minőség? Egyáltalán rányomta-e a bélyegét a vetésekre a szélsőséges időjárás? Igen, igen. Valójában a napraforgónak a problémája már a vetéskor, vetés idejében elmaradó csapadékkor elkezdődött. Igazából egy ilyen hektikus kelést eredményezett a napraforgóknál. Volt olyan terület, amelyiknek például csak fele megázott, a másik fele nem ázott meg, és így a kelések nagyon szétszórtak. Ugye a napraforgónál, illetve a többi növénynél is azt nem lehet megcsinálni, hogy amelyik érett, leszedi a kombány, amelyik pedig nem érett, azt meg ott hagyja és még egyszerre megy, hanem itt egyszerre tudjuk betakarítani, de egy ilyen hektikus kelést, ezt egyszerűen képtelenség követni a betakarítás folyamán, mert vagy az egyik tányér túlérett, illetve abból már potyog ki a mag, vagy nehogy Isten egy gombakártevő is fellép, és a másik pedig hát akkor meg éretlen marad, egy szintén veszteségképpen keletkezik ebből. Ennek apropóján ugye hát sajnos elég gyér termés alakult a környéken, főleg hogyha még a csapadék sem jött meg olyankor későbben, és nagyon-nagyon, tehát ilyen 2 tonna környéki napraforgó betakarításokkal 2-3 tonna között volt a termés. Hát az ára nyilván megvan, viszont tegyünk különbséget a normál és a magas olajsav tartalmú növények között. Ez hogy aránylik nálatok? Hát mi most már pár éve a magas olajsavas napraforgókat termesszük. Hát talán ennek a piaca legalábbis az elemzők szerint biztonságosabb, bár a linolsavasé is normálisan eladható, azt gondolom, de egy talán nagyobb biztonságot ad a termelőnek egy magas olajsavas termelés. Hát a piac függvénye igazából, de úgy néz ki, hogy ez irányba mozdul a piac, és ezt keresik jobban. Ugye az elmúlt években 3,3 tonna volt az átlag a Dunántúlon. Ez most hogy alakult? Hát, ugye mondtad, hogy kevesebb lett jóval. Pontos, a Dunántúli átlagot azt nem tudom pillanatnyilag, de nálunk 3 tonna alatt vagyunk, nem ugyan sokkal, de 1-2 tizeddel. Tehát ilyen 2,8 az átlag, ami bizony itt is megkérdőjelezi a későbbi termelésnek a, hogy mondjam, gazdaságosságát. Kukorica nagyon-nagyon fontos mindenféle értelemben. Jó volt körülnézni, de most mi a helyzet, most, amikor még jelenleg is zajlik a kukorica aratása? Menjünk egy kicsit vissza a vetés idejére. Igen, a vetés idők, ugye ott is az volt a helyzet, hogy az első vetéseket, mikor elkezdtük, akkor egy viszonylagosan vízzel ellátott talajba került a mag, legalábbis a vetési mélységig. Sajnos alatta ugye azt tudtuk már, hogy nincs utánpótlás, tehát a vetések azért kikeltek viszonylag optimálisan. Ellenben egy héttel későbbi vetés, ami nálunk ez a siló kukoricát szokta érinteni, az sajnos ugyanúgy már akkor egy nem optimális, vagy egy száraz talajba mondhatom, akkor belekerült a mag, és ennek a kelése az már bizony hát vontatott volt, illetve sok helyen nem is keltek ki, csak a
megjövő csapadék hatására. Tehát én is láttam, hogy ekkora és ekkora, tehát óriási igen. különbségek voltak. 50-60 centis különbségeket igen. lehetett tapasztalni növények között. No, és akkor most az aratásnál szó esett a minőségről is, mert hogy ez, ahogy mondtuk az imént, ez nem túlzás, a legfontosabb takarmánynövényünk, meg nagyon-nagyon fontos a gazdaságnak is. Igen, ugye kukorica elsősorban az állatállománynak az abraktakarmányát fedezi, a pluszot pedig hát azt értékesítjük. Pillanatilag az első vetéseken, tehát ami majd az idei évben búzával lesz elvetve, ezeknek a területeknek a betakarítása folyik pillanatilag. Ezek, ahogy mondottam is, hogy egy korai vetéssel lettek elvetve, tehát itt pillanatilag a víztartalom a kukoricának ez ilyen 16-18% között van, ami talán egy kicsit gazdaságosabb a szárítás tekintetében. Nyilván ezt is még szárítanunk kell, de azért nem akkora gázmennyiség kell hozzá, mint a korábban, vagyis a nedvesebben betakarított kukoricáknak. Most hát rövidesen a betakarítások végeztével megkezdődhet a jól megérdemelt, a gazdák jól megérdemelt téli pihenése, de még a legfontosabb, hogy jövőre is legyen miről beszélgetnünk, hátra van, tehát a vetés. És ez párhuzamosan zajlik a kukorica végének aratásával. Hogy álltok ebben a tekintetben? Végső sorat az őszi búza vetését a tegnapi nappal kezdtük el. Pillanatilag ugye az előző hetekben lehullott csapadék hatása érvényesült, tehát egy jó vetőágyat tudunk készíteni. Ebbe vetjük a búzánkat. Hát ennek végső soron e hónap vége fele lesz az elvetésnek, az utolsó hektároknak az ideje, addig elhúzódik, párhuzamosan a kukorica betakarítással. Hát most pillanatnyilag a jó az állapota a talajoknak, reméljük, hogy majd még ez a csapadék pótlódik, és hogy az elvetett mag jó körülmények közé kerül, azt tudjuk produkálni, hogy aztán hát mi lesz a csapadék viszony vagy a tél, ugye ez meg a jövő. Ez még a jövő. Nos, hát én ehhez kívánok először is jó összegzést, mert erre szükség van nyilván az esztendő végén, és utána jó pihenést a minden agrárgazdának. Veled az élen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták. Vendégem Szabó Gábor, az Aranybulla ZRT növénytermesztési ágazatvezetője volt, témánk pedig az idei esztendő aratásai, illetve a növények állapota jelenleg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!